Jó napot kívánok, kedves nézőink! Múlt szombaton rendezte meg a 7. Bicskei Roma napot a Bicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Bicske város önkormányzatával együttműködve. Ennek összefoglalójával kezdjük híradónkat. Tisztelt hölgyeim és uraim, kedves megjelentek! Bicske város önkormányzata és a Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében szeretettel köszöntöm Önöket, immáron a 7. alkalommal megrendezésre kerülő Bicskei Roma napon. Nagy öröm számomra, hogy a korábbi évekhez hasonlóan az idén is engem kértek fel, hogy legyek a rendezvény háziasszonya. Engedjék meg, hogy külön tisztelettel köszöntsem Németh Tibor elnök urat és kedves feleségét, Némethné Horváth Nikolettát, aki energiát nem kímélve, lelkiismeretes munkával szervezik meg számunkra minden évben ezt a rendezvényt. Köszönjük nekik! Szeretném továbbá tolmácsolni Önöknek Tesszeri Zoltán, országgyűlési képviselő úr szívé és üdvözletét is. Egyéb elfoglaltsága miatt sajnos a mai rendezvényre nem tud ellátogatni. 7. alkalommal ünneplünk ma együtt. A 2012-es esztendőben hagyományt teremtettünk, melynek a célja az volt, hogy a családok együtt töltsenek egy napot, hogy ápoljuk és megőrizzük a roma hagyományokat, kultúrát. És mindezek mellett megismertessük a nem roma lakossággal is. De Önök is tapasztalhatják, hogy itt Bicskén nem csak ezzel a rendezvénnyel igyekszünk a roma hagyományok megőrzését támogatni, hiszen egész évben törekszünk arra, hogy a roma és nem roma lakosság kiegyensúlyozott közösségben élhessen, megbecsülve egymást, segítve egymást. Igyekszünk önkormányzati intézkedéseinkkel is a roma lakosság körülményeit, életminőségeit javítani, segíteni. Az elmúlt esztendőkben számos tettel is bizonyítottuk ezt. Hiszen több útszakaszt sikerült ebben a városrészben leaszfaltoznunk, megépítettük a területen az első játszóteret, és talán legnagyobb büszkeségünk az, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzattal együtt sikeresen megnyitottuk a tanodát. A legfrissebb fejlesztésünk eredményét pedig hamarosan birtokba vehetik, hiszen lassan elkészül a műfüves focipálya itt a Bihari utcában. Augusztus 30-án kerül sor a műszaki átadásra. Előző évekhez hasonlóan idén is színvonalas műsorra várjuk Önöket. Fellépnek a nagy kedvencek, köztük Leila és a Hamkohám zenekar. A gyerekeknek lesz arcfestés, csillámtetkó, a kapcsolatközpont jóvoltából játékos foglalkozásra is sor kerül. És a korábbi évekhez hasonlóan az idén is az egészségügyi központ munkatársai eljöttek ide Önökhöz, hogy szűrővizsgálatokon vehessenek részt. A főzőversenyen elég sokan megmérettetik az idén is magukat. A délután folyamán kitüntetéseket vehetnek át azok a gyerekek, akik az idei esztendőben sikeresen befejezték középiskola tanulmányaikat, és persze kihirdetjük majd a főzőverseny győzteseit is. Ám ne haladjunk még ennyire előre az időben, most fogadják tisztelettel Pálffy Károly polgármester úr megnyitó beszédét. Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a 7. Bicskei Roma nap alkalmából. Aki évről évre kilátogat ide, az pontosan látja és tapasztalja, hogy a 7 évvel útjára indított rendezvény egyre színesebb és egyre több embert megmozgat. Tehát ez a rendezvény elérte célját, és mindezeken túl pedig közelebb hozta a város lakóit egymáshoz. Ebben nagy szerepe van a Bicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzatnak, kiemelve elnök urat, Németh Tibort, és fáradhatatlan lelkes segítőjét, feleségét, Némethné Horváth Nikolettát. Köszönjük nekik a munkájukat. Mi itt Bicskén bebizonyítottuk, hogy romák és nem romák együtt tudunk gondolkodni, békében együtt tudunk élni, összefogva, egymást tisztelve előrébb tudunk jutni. Ez természetesen szükséges az, hogy a Roma Nemzetiségi Önkormányzat és Bicske város önkormányzata kiemelkedő munkakapcsolatot ápoljon egymással. Célunk, hogy a kormány felzárkóztatási programját támogatva mi is hozzájáruljunk és javítsuk a romák oktatási, szociális, egészségügyi és foglalkoztatási körülményeit. Egyik legsikeresebb, a jövőben mutató közös sikerünk a tanoda működtetése és működése. Az évek óta ott folyó munka nem csak helyi szinten, hanem országos szinten is példaértékű. Köszönöm az ott dolgozó pedagógusoknak,
és segítőinknek a munkáját, azt az odaadó figyelmet és tudást, amellyel a kerecsendi Kismárton tanoda azzá nőtte ki magát, ami. Minden évben azon vagyunk, hogy megfelelő forrásokhoz jussunk az itt folyó munka folytatása érdekében. Mindenkit szeretnék ezért megnyugtatni, hogy a tanodának van jövője, itt Bicskén. Ha nem megy pályázati pénzből, akkor ismételten meg fogjuk keresni a működés további biztosításának lehetőségeit. Több nyertes pályázatunk programjaival is a város e területén lakók életkörülményeit és életszínvonalát szeretnénk javítani. Ezek többnyire több évre vonatkozó feladatok és kötelezettségek, de lépésről lépésre haladunk előre. Tavaly még csak egy álom volt, ma már valósággá vált az a pályázati sikerünk is, amelyet már alpolgármester asszony megemlített, e hónap végén várható, ennek a 12x24 méteres műfüves pályának a műszaki átadása, amelynek úgy gondolom, hogy itt van a legjobb helye. Hogy az itt élő gyermekeknek itt helyben legyen lehetőségük labdát rúgni, sportolni, hasznosan eltölteni a szabadidejüket. A programok között idén is lehetőségük lesz egy kis figyelmet fordítani az egészségükre, itt a helyszínen, hiszen lesznek szűrések, bár azt javaslom önöknek, hogy éljenek máskor is ezekkel a lehetőségekkel, hiszen az egészségfejlesztési iroda a Kossuth Lajos tér 15 szám alatt egész évben várja ingyenes egészségmegőrző programjaikkal önöket. Közmunkaprogram segítségével is próbálunk segíteni a családokon. Én azt látom, hogy az évek óta folyó munka eredményeképp ma már egyre többen gondolkodnak felelősségteljesen, és így egyre többen helyezkednek el a munkavilágában. Sajnos azok a szakmák, amelyek régen a romák megélhetését biztosították, mára már kihaltak. A szülőknek felelősségteljesen gondolkodva arra kell ösztönözniük gyermekeiket, hogy tanuljanak, hogy aztán tovább tanulhassanak, és szakmát vagy diplomát szerezzenek. Csak munkával lehet ma előre jutni, a kihívások pedig nagyok. És itt ragadnám meg az alkalmat, és előre szeretnék gratulálni azoknak a középiskolát végzett diákoknak, akik, mint ahogy már elhangzott, ma itt a délután folyamán majd elismerésben részesülnek. Gratulálok nekik, büszkék lehetünk rájuk. Legyenek példák ők is, hogy ma már mindenki előtt ott a lehetőség, szorgalommal pedig teljesítheti a nehéz és néha ijesztő kihívásokat. És kívánom, hogy érezzék jól magukat a 7. Roma napon. Jó szórakozást kívánok mindnyájuknak. Köszönöm figyelmüket! Köszönjük polgármester úr gondolatait, és most fogadják sok szeretettel a tanoda növendékeinek műsorát, a gyermekek felkészítő tanára, Mészárosné Lázi Zsuzsanna. Sikeres tanulmány eredményért a díjátadást megkezdenénk. Elsőnek Bacsó Patrikot szólítom a színpadra, aki a zsámbéki Pramontári Gimnázium szakgimnázium és szakközépiskola padjaiban szakács végzettséget szerzett. Patrik, légy szíves, fáradj ide fel a színpadra, egy nagy tapsot kérünk. Itt van a Patrik. Állj ide mögém, légy szíves. Következőnek pedig Német Tibort szeretném felszólítani a színpadra, aki a Felcsúti Letenyei Lajos Gimnázium szakközépiskolájában szintén szakács végzettséget szerzett, és szeretném itt elmondani önöknek, hogy Tibike, mert Tibikét így ismerjük mindannyian,
ezt az összeget, ami ez a díjhoz jár, ő szeretné felajánlani a tanoda részére. És az idei évben, sajnos csak három gyerkőcöt tudunk díjazni, de úgy gondolom, hogy akit most fogok a színpadra szólítani, ő rá nagyon-nagyon büszke lehet, nem csak a roma közösség, hanem minden bicskei lakos, és ő pedig nem más, mint Jakab Károly, aki érettségi vizsgát tett a Vajda János Gimnázium és Szakközépiskolában, és amiért méltán büszkék lehetünk rá, az pedig az, hogy felvételt nyert a komárnói Selyen János Egyetemre, ahol történelem magyar szakon fog majd tanulni. Szerintem ez egy nagyon-nagyon szép eredmény, úgyhogy gratulálunk Karcsinak, és gratulálunk mind a három gyerkőcnek, és én arra kérem azokat a fiatalokat, akik itt vannak most közöttünk és tanulnak még, hogy legyenek számotokra példák minden évben azok a fiatalok, akik akár szakmát, vagy akár érettségit szereznek, és aki az érettségi után úgy gondolja, hogy egyetemre vagy főiskolára megy, az is legyen számotokra példa. De én úgy tudom, hogy a fiatalok közül, akik szakmát szereztek, ők fogják folytatni majd gimnáziummal is a tanulmányaikat, ezt jól tudom, ugye? Így van. Na. Szóval még egy nagy tapsot a gyerekeknek, és köszönjük szépen a figyelmet! Nagy az izgalom, nagyon jók az ételek. Most egy kis csere történik, most viszont felkérem a zsűri tagjait, hogy legyenek a főzőverseny zsűrinek a tagjait, hogy legyenek kedvesek felfáradni a színpadra, és azokat a családokat, akik főztek, azok pedig fáradjanak ide a színpad elé, hogy ismertessük, hogy mi lett a főzőverseny végeredménye. Az idei évben történt főzőversenyen sem volt könnyű dolga a zsűrinek. Összesen 9 helyezetet, vagy 9 díjat fogunk kiosztani. Akkor kezdem a harmadik helyezetekkel. Harmadik helyezést ért el Máté Imre marhalábszár pörkölt burgonyával főzésével. Na mondom, a következő, ő is harmadik helyezést ért el. Ő egy fiatal kislány, akit úgy hívnak, hogy Döme Diana, és borsos tokány rizssel volt az ő főztje, úgyhogy Diát megkérem, hogy fáradjon fel a színpadra. Közben. Dia is megérkezett a színpadra, és akkor van még egy harmadik helyezettünk, ő pedig Karcsi és felesége, Sertés Pörkölt Petrezselymes Galuskával. Erre létszi, Karcsi, erre, jó? Köszönöm szépen, és átveszi a díjat. Nem baj, Karcsinak is átadjuk a díjat. Gratulálunk, és akkor most jön a második helyezett. A feleségének is gratulálunk, kéri Karcsi, hogy mondjuk be. Igen, Gabinak is gratulálunk. A második helyezéseket fogom most mondani. Kárászi Tamás lecsós csirkeszány pirított tarhonyával. Kárászi Tamás, jön már Tamás. A következő második helyezettünk Döme János, bográcsos kakaspörkölt
deszkán szaggatott galuskával. Döme János, ő is érkezik. És akkor mondom a harmadik-második helyezettet, pedig Rafael Sándorné, vörösboros sertéspörkölt tarhonyával, lecsóval töltött lángos. Rafael Sándorné. Hajrá, mama! Rafael Sándorné. Jön. Itt van, megérkezett ő is. Na és akkor most egy izgalmas pillanat. Most érkeztünk el az első helyezettekhez, akiből szintén három van. A harmadik első helyezettet szólítom színpadra. Német Éva, kolozsvári töltött káposzta szőlőlevélben, bodakkal, pogácsával. Éva néni. Itt van Éva néni. Jó, köszönjük szépen. A következő első helyezettünk Járókáné Erzsike. Mondom az utolsó első helyezetünket, ő pedig nem más, mint Pille Gizi, autentikus, lecsó kolbásszal, szalonnával, fűrtojással, bodakkal és szalagos tésztával. És ezúton is gratulálunk nekik, és az idei esztendőben a szervezőknek egy nagyon jó ötlete támadt azzal kapcsolatban, hogy a lehetőséget biztosították a résztvevőknek, hogy a saját fantáziájukra bízva a főzőverseny, mindenki saját maga tudta megvalósítani ezt, azt főzhetett, amit akart, nem kellett sertésből főzni, nem kellett marhából főzni, mindenki megvásárolhatta azt, amit gondolt a főzőversenyre, és azok, akik a főzőversenyen részt vettek, azok mindenféleképpen nyertesei ennek a mai napnak szerintem, és amellett is, hogy az idei évben a szervezők ezt úgy gondolták honorálni, hogy mindenkinek a saját fantáziájára bízták ezt a főzőversenyt, hogy saját maga szerezhette be hozzá az alapanyagot, hogy ezt egy 8000 forintos spárvásárlási utalványjal díjazta. Úgyhogy én nagyon gratulálok ez Nikiéknek, mert szerintem ez egy nagyon kedves és kellemes gesztus volt a részükről. Úgyhogy még egyszer egy nagy tapsot a résztvevőknek, és jövőre a 8. Roma napon remélem újra megmérettetik magukat. Köszönöm szépen! A tavalyi évben alapított a Bicskei Roma Önkormányzat egy díjat, amit minden évben annak az embernek adunk, akit úgy gondoljuk, hogy a legtöbbet tett a bicskei cigányságért. Olyankor, amikor egy embernek díjat adnak át, el szokták mondani, hogy milyen iskolába végzett, mikor született és hasonló. Mi ezt így nem gondoljuk olyan fontosnak, sokkal inkább azt gondoljuk fontosnak, hogy elmondjuk azt, hogy Andi rendkívül nagy szociális értékenységgel rendelkezik. Szerintem köszönhető ez annak, hogy egészségügyi végzettsége van, és mindig is nagyon szívesen fordult a nehéz sorsú emberek felé. Nála, aki találkozott már vele, tudják, hogy nem problémák vannak, hanem megoldandó feladatok, amit mindig próbál a lehető legjobban, legjobb tudása szerint megoldani. Szívesen viseli a gyermekeink sorsát is, minden évben táboroztatott velünk, és a tanodás programjainkon is rendszeresen részt vesz. De azt, hogy milyen jó ember, igazán csak azt tudja, aki fordult már hozzá valamiféle megoldandó problémával, feladattal. És mi semmi más nem szeretnénk tőle kérni, csak azt, hogy mindig maradjon ilyen Andis. Köszönjük szépen, alpolgármester asszony! Nagyon szépen szeretném megköszönni Nikiéknek, egy kicsit nehéz helyzetbe hoztak, de én csak hálás lehetek ennek a közösségnek, hálás lehetek Nikiéknek, hálás lehetnek az önök gyermekeinek, és hálás lehetek önöknek is, mert ahhoz, hogy én segíteni tudjak ennek a közösségnek, segíteni tudjak az itt élő embereknek, ahhoz kell az a bizalom, amit én megkapok önöktől. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer, és azt mindenki tudja, hogy az ajtóm nyitva áll, ha bárkinek bármire segítségre van szüksége, továbbra is forduljanak. Várjuk önöket, várom önöket szeretettel. Köszönöm.
a nap véget ért. Mindenkinek köszönjük a szervezők nevében, hogy együtt tölthettük ezt a mai napot. Mindenkinek további szép estét kívánunk, és jövőre találkozunk újra ugyanitt. Viszontlátásra! Híradónk második részében folytatjuk az augusztus 20-i Bicskei ünnepéről készült összefoglalót. Az ünnepi beszédek elhangzása, a kitüntetések átadása, az új kenyér megáldása és megszegése, valamint szétosztása után koszorúzás következett. A Szent István szobornál Bicskeváros önkormányzata nevében koszorút helyezettel Pálffy Károly polgármester, Bálint Istvánné alpolgármester, Fritz Gábor jegyző, valamint dr. Petrin László, a Fejér megyei kormányhivatal igazgatója. Tusnádfürdő önkormányzata nevében Melles Mária alpolgármester és Görbe Izabella köztisztviselő. Régy önkormányzata nevében Dombora Lehel polgármester és Borbát Jenő önkormányzati képviselő. A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség és Csap település nevében Berecki Tamás. Altshausen városa nevében Patrick Bauzer polgármester és Hugo Hess nyugalmazott tűzoltó parancsnok. Vargyas község nevében Török Imre és Németh Árpád. A Fejér megyei kormányhivatal Bicskei járási hivatala nevében Szabó Gábor hivatalvezető és Bakánné Petrovics Ildikó kormányhivatalvezető. A Bicskei rendőrkapitányság nevében dr. Balázs Sándor rendőr alezredes rendőrkapitány és dr. Simon Csilla kapitány helyettes. A Bicskei Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében Németh Tibor elnök és Németh Zsolt képviselő. Az Egyesített Családsegítő és Gondozási Központ kapcsolatközpont nevében Szabó Ágnes igazgató és Vince Erzsébet igazgató helyettes. A Bicskevárosi Óvoda nevében Iványi Ferencné óvodavezető és Patkóné Bátori Erzsébet tagintézményvezető. A Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár nevében Nagyné Szita Erzsébet megbízott igazgató és Endrédiné Szabó Erika könyvtárvezető. A Bicskei Városi Konyha nevében Bajcsai Tamás vezető és Keskeny Zsuzsanna vezetőhelyettes. A Bicskei Önkormányzati Tűzoltóság nevében Polgár Viktor elnök és Gál István parancsnok helyettes. A Bicskei Csokonai Vitéz Mihály általános iskola részéről Vég Rozália igazgatóhelyettes és Szécsi Ervinné pedagógus. A Szent László általános iskola részéről Hetényi Tamás igazgatóhelyettes. A Székesfehérvári Szakképzési Centrum Vajda János Gimnáziuma, szakgimnáziuma és szakközépiskolája részéről Gyurica Zsuzsanna gyakorlati oktatás vezető és Patyiné Varga Anna Mária a szakmai tagintézmény vezető helyettes. Az Összefogás Bicskeiért Egyesülettől Ádám László elnök, Döme Lászlóné és Horváth Jánosné alelnök. A Bicske Barátok Egyesülete nevében dr. Vég Róbert elnök és Vég Rozália egyesületi tag. A Fidesz Bicskei csoportja nevében Bálint Istvánné elnök és a frakció jelenlévő tagjai. Az ünnepség a szózat hangjaival ért véget. Egy kis türelmet, illetve figyelmet szeretnék kérni ebben a nagy melegben, már nem szeretném senkinek sem nagyon az idejét. Illetve a türelmével visszajönni. Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Külön tisztelettel a meghívott vendégeinket határon túlról és határon innenről is. Nagy öröm számunkra, hogy együtt ünnepelhettünk országalapításunk, Szent István királyunk ünnepét. Hallhattuk, hogy milyen nagy művet vitt végbe Szent István királyunk főigazgató úrnak a beszédéből. De ahogy főigazgató úr is említette, van még nekünk is feladatunk, hogy ez az ország, ez továbbra is megmaradhasson Magyarországnak. Én kérem ehhez mindenkinek a munkáját, és kérném szépen, hogy vegyünk példát azokról az emberekről, akiket a mai nap folyamán kitüntettünk, doktor úrról, intézményeinkről, és szívből gratulálunk még egyszer nekik. Az ő példájuk legyen előttünk, hogy van még lehetőségünk ebben az életben.
Kedves egészségügyi. Alkotásai többször szerepeltek már tárlatokon hazánkban, de ezt az önálló kiállítást mi itt Bicskén tekintetjük meg először. Egy pár szóval szeretném önöknek Peresztegi Juditot bemutatni, aki már kiskora óta vonzódik a textíliákhoz. Gyermekként kezdett szőni, varni, batikolni, bábokat készíteni. Az alkotás iránti vágya kapcsán a jövőjét is olyan területen képzelte el, ahol biztosan kapcsolatban maradhat kedvenc anyagával, a textillel, így ruhatervezőnek készült, de végül dekoratőr lett. Az alkotás tehát folyamatosan a mai napig az élete része marad, mind a munkájában, mind pedig a magánéletében. Az évek múlásával talált rá a PowerPoint technikára, amellyel ezek a szinte kerámia keménységű kis plasztikák készültek. És mielőtt átadnám a szót dr. Petlin László igazgató úrnak, hogy megnyissa a kiállítást, annyit még szeretnék elmondani önöknek, hogy Peresztegi Judit ma már nem csak alkotóként képviseli ezt a különleges művészeti ágat, hanem tudását átadva oktatja is. Most pedig tisztelettel megkérem főigazgató urat, hogy nyissa meg a kiállítást. Köszönöm szépen. Én is tisztelettel köszöntöm kedves vendégeinket. Ahogy a felkonferálásban is elhangzott, és a meghívóban is ez áll, a kiállítás címe Álmok és Illúziók. Felmerült a kérdés bennünk, hogy miért is ezt a címet kapta ez a tárlat. A válasz az kézenfekvő, és sokkal egyszerűbb, mint sem gondolnánk. Bizonyára jó néhányan emlékezünk még arra kisgyermekkorunkból, hogy egy-egy színes, varázslatos álom mennyire hatalmába kerítette a fantáziavilágunkat. Sőt, nem egyszer mi magunk szőtünk magunk köré meseszerű lényekből és történetekből egy kis álomvilágot. Nem egyszer azt kívántuk, hogy bárcsak ébrelétünkben is folytatódnának ezek a színes kaleidoszkópszerű álomlátomások. Nos, ebbéli szándékában segít Peresztegi Juditnak ez az új technika, Peresztegi Juditnak ez a kiállítása, az Álmok és Illúziók tulajdonképpen. Azért kapta ezt a megnevezést, mert ezen képeknek a újbóli megjelenését és továbbélésének az illúzióját teremtik meg mindannyiunk számára. A technika, amely már elhangzott, a PowerPoint technika és ehhez kapcsolódó termékcsalád, amely szintén a PowerPoint elnevezést viseli, egy új technikai megoldás, amelynek kikísérletezője egy holland művész nő volt, bizonyos Josephine de Rode. Nos, hogy ezek az alkotások
ilyenek lehessenek, aminek önök látják. Ez tulajdonképpen egyfajta szobat dekorációnál lakásdísznél azért többek. A PowerPoint technikát megtanulni nem túl nagy nehézség egy átlagos kézügyességű embernek, és viszonylag rövid idő alatt könnyen elsajátítható. De ha már egy bizonyos hozzáadott értékkel, egy magasabb esztétikai igényel lépünk fel önmagunkkal szemben, akkor szükségeltetik hozzá egy bizonyos művészi véna, és szükséges hozzá egy olyan látásmód, amely a színek, formák és anyagok meccéspontjainak világába betekinteni enged. Most ebben is segítségére sietett a sors Pereszte Gyuditnak, hiszen édesanyjától, művésztanár anyukájától kiváló adottságokat örökölt. Ő ezekre az adottságokra építve, ezeket továbbfejlesztve, magát továbbképezve alakította ki sajátos látásmódját és alkotói területét. Én szeretném önöknek figyelmükbe ajánlani két emblematikus alkotását ennek a tárlatnak. Az egyik a Tündér a kövön, ez egy kis plasztika, a másik pedig az Illúzió, az egyik címadó alkotás, ez egy képi formátumú alkotás ennek a tárlatnak. Azért ajánlom önöknek figyelmükbe, mert ez a két mű tulajdonképpen csokorba gyűjtve mutatja be azokat a lehetőségeket, amelyeket a PowerPoint technika magában rejt, és amelyeket egy ügyes kéz művészi intuícióval párosulva ki tud bontakoztatni. Ezekkel a gondolatokkal ajánlom értő figyelmükbe a mai kiállítást, és kérem önöket, fogadják olyan szeretettel, mint amilyen szeretettel készült a mai napra Peresztegi Judit, az alkotó. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a kiállítást ezzel megnyitom. Köszönjük szépen! Kedves vendégeink, kellemes kikapcsolódást kívánunk mindannyiunknak, gyönyörködjenek a minket körülvevő alkotásokban, és köszönjük Gál Melinda csellóművésznek és Baksai Ildikó fuvalatanárnőnek a zenei aláfestést. További jó szórakozást kívánunk önöknek! És természetesen még egy köszönet mindenképpen szükséges, hogy most itt nyilvánosságra kerüljön. Nagyon nagy tisztelettel köszönjük Bicskeváros önkormányzatának, hogy ezt a kiállítást lehetővé tette, és minden segítséget, mint technikai, mint hozzáértő, jószemű segítő társakat adott, hogy az művek olyan formában és olyan helyet találva kerüljenek kiállításra, amely így egy csokorba gyűjtve az önök számára is bemutatásra kerül most. Köszönöm szépen az önkormányzatnak! Ennyi fért heti híradónkba. A folytatással a jövő héten jelentkezünk. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket. Viszontlátásra!